Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Ezek a kártyák itt mutatják, mi történik pénteken. Itt vannak nehézségek, problémák, ezt meg kell oldani. Olyan, mint egy kortise csomó. Miért vannak ezek a problémák? Mert itt a háttérben van ez a ravasz róka, és figyel benneteket. Itt vannak hamisságok, lehet az is, hogy lopás, tehát vigyázzunk, legyünk óvatosak. Itt meg kell tisztítani valamit, kiseperjük ezt a hamisságot. Azon kívül itt megjelenik egy kép, és ez azt jelenti, hogy képzeljük el azt, amit mi elérni szeretnénk. A szombati napot itt ezek a kártyák mutatják. Itt a lovak utazásra utalnak, vagy arra, hogy itt lesz mozgás, sport vagy autó, viszont azt is jelenti, hogy itt döntéseket kell hozni, melyik irányba mozogjanak az események. Ez ahhoz vezet, hogy mi itt legyökerezünk, de ugyanúgy, mint itt, ez a kis cica figyel valamit. És az azt jelenti, valaki kíváncsi és figyel bennünket. Nem olyan ravaszul, mint ez a róka, de azért ezt is vegyük észre. A vasárnapi napot itt ezek a kártyák mutatják. Jön ez a férfi, ez utalhat szerelemre, de gyógyulásra is. Itt ennél a kártyánál van gyógyító hatás. Ha ez a férfi közeledik hozzátok, itt van egy válasz, mert ő döntéseket fog hozni, erre utal itt ez a kártya. Hogy dönt, mit fog közölni veletek, mert itt kommunikációról van szó, ez egy kellemes hír, egy kellemes meglepetés. És ez volt a hétvégi jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!